Szalézi Szent Ferencnek, az újságírók védőszentjének ünnepéhez kapcsolódva dr. Ternyák Csaba egri érsek hagyományosan minden évben vendégül látja egy kötetlen beszélgetésre és vacsorára a helyi egyházi médiumokban dolgozó munkatársait. A rendezvényen Szarvas István atya, a Szent István Rádió és Televízió igazgatója köszönetet mondott a főpásztornak a támogatásáért, segítségéért, amellyel lehetővé teszi a helyi médiumok működését. Ezt követően dr. Ternyák Csaba érsek úr hangsúlyozta, az újságírók tevékenysége elsősorban szolgálat, hogy hitelesen tájékoztassák az embereket az egyház tanításáról és aktuális történéseiről. Az evangelizációnak az első eszköze az maga a keresztény ember, aki a mindennapokban éli a keresztény örömet és az evangéliumot. Ugyanakkor szükségünk van emellett természetesen a szavainkra is, hogy hirdessük az evangéliumot. Hát ez a papoknak, a hitoktatóknak és a világi munkatársainknak a fő feladata, meg mindenkinek a saját családjában, a saját környezetében, hogy nem csak az életével, hanem a szavaival is tanúságot tegyen Jézus Krisztusról. Ezen belül vannak viszont olyan munkatársaink, és ma nekik mondtam köszönetet, a Szent István Rádió, a Szent István Televízió, az Egyházmegyei Újságunk munkatársainak, akik ezen a területen hivatásszerűen dolgoznak, hogy minél több emberhez eljusson az evangéliumi üzenet. Az egri főegyházmegye területén több kommunikációs csatorna, a Szent István Rádió, az Egyházmegye honlapja, havilapja, valamint a Szent István Televízió weboldala nyújt hiteles tájékoztatást az egyház tanításáról és aktualitásairól.